Sziasztok lányok! Most játszunk egy mennyire ismered a társadat, a párodat játékot. Kérdéseket teszek fel, és meg kell válaszolnatok, hogy szerintetek a másikra mennyire igaz, és a másik majd elmondja, hogy igen, vagy sem. Kezdjük pár egyszerű kérdéssel. Hány éves a másik? Panna. Hát az Anna. Nem ér ennyit gondolkozni. 25. Ez így van eltalált. És Panna hány éves? Panna idén lesz 24. Nagyon jók vagytok, látjátok, tök jól megy ez. Egy-egy. Egy-egy? Milyen magas a másik? Anna? Szerintem 1.70 körül a Panna. Eltalálta sajnos. Oké. 1.75. Na, nagyon jó, látjátok? Van-e a másiknak testvére, Panna? Van. Egy lánytestvére van az Annának, Sára. Pannának három tesója van, kettő bátyja és egy húga. Látja? Három-három. Fantasztikus. Hol kezdett el a másik teniszezni először? Panna Balaton akaratján otthon. Talán. Vagy a Balaton közelében. Balaton Boglár, fél pontot adott azért. Meghalom? Apukáddal? Az igen, nagyon jók vagytok. Hány évesen nyerte a másik az első VTA mérkőzését? Vagy évszámot, hogyha az könnyebb? Az a probléma, hogy még a sajátomat sem tudom. Te tudod? Nem? Tippeljünk egyet. 2019? Szerintem tavaly amúgy. Ja, kvali. Megadjuk. Oké. Okay. Te pedig 2018. Megadjuk. Melyik pálya burkolat típus a másik kedvence? Szerintem salak a Pannáé. Annáé, vagy salak, vagy kemény pálya. Kemény. Melyik a kedvenc helyszín, ahol a másik szeret játszani? Soroljunk már jó versenyt. Miami. De egy helyszín. Ami a másik kedvence lehet. Miami? Budapest. 2 hours later. Paris, Wimbledon, Australia. London? Dél-Amerika. Ja, jó, Dél-Amerika. Buenos Aires. Buenos Aires. Ott nyertem meg az első VTA tornáját. Ezt is tudom. Na, hoppá, jó. Valaki plusz pontokat igyekszik gyűjteni. Példakép, sportolói példaképe a másiknak. Serena Williams. Talán. Lewis Hamilton rajongó. Lewis Hamilton ért a pontot. Igen. Federer talán. Annának. Federer. Igen, két Federer fan, amikor párosozik. A legemlékezetesebb mérkőzése a másiknak, vagy az a meccs, amit nagyon a szívében őriz? Én az Annáira arra tippelnék, hogy amikor megnyerte vagy a VTA-t tavaly, vagy a 60-ast, mert azzal ugye azt hiszem akkor kerültél be a top 100-ba. Ezt mind a kettőt lehet mondani, és én most sem úgy a Pannának arra tippelnék, amikor évvégén megnyerte a 60-as, és ő is azzal lépett a top 100-ba, és már emlékszem, hogy ment oda az arra a versenyre, hogy nem fáradt volt, és már csak utolsó utáni energiáit felhasználta, de elég tevéltem. Így van. Az igen, hát nagyon képbe vagytok, lányok. Nagy cél vagy vágy, amit a másik szeretne elérni. Szeretném minél tovább jutni, és hát a következő lépcső is szerintem mindegyettem a dobbott van előrése. Igen, Annának is ezt mondanám, Anna ugye most már majdnem vagy
top 50, reméljük, hogy holnap, ugye? Már esélyes. Esetleg, igen, úgyhogy top 50, és Grand Slam ugyanez. Minél tovább. Úgyhogy egy nagyon könnyűvel zárunk. Szerintetek a másik inkább kutyás vagy macskás? Kutyás. Cheers! Egészség! Köszönjük a játékot! Sziasztok, lányok! Sziasztok!